Sziasztok! Még múltkor megígértem, hogy foglalkozunk a NetInstall Linuxos CLI változatával, melyel szintén a megsérült RouterOS telepítéseket lehet helyreállítani. Ehhez örök társam ebben a laborgyakorlatban a HAP-AX4, melyel a korábbi Windowsos NetInstall részben is találkozhattatok már. Nézzük, hogy néz ki a Linuxos változat. Legutolsó alkalommal a mikrotik.com szoftver szekcióját böngészve már megfigyelhettük, hogy igen, bizony itt elérhető ez a CLI változat, mely ugyanígy a General szekcióból tölthető le, és Linuxos x86-os Linuxos hostokon futtatható. Ha letöltjük ezt a targézi állományt, kibontva látjátok, hogy a NetInstall CLI, illetve egy hozzá kapcsolódó kis információs szöveges állomány található ebben a fájlban. Kibontást követően rögtön futtathatjuk is a NetInstall CLI-t. Ugye előttem most egy Linuxot futtató laptop, melynek az Ethernet portjára a szokásos módon a routerem 1-es portja csatlakozik, és IP cím konfigurációt tekintve ugyanazokat a paramétereket fogom alkalmazni, mint azt a Windowsos labor esetében tettük. Tehát a notebookom Ethernet interfészén az NO2-n jelenleg a 192.168.88.100-as IP cím van konfigurálva 24-es maszkkal. Minden más interfész kapcsolatot megszüntettem, tehát se Wi-Fi, se VPN, se más egyéb, ami esetlegesen a kísérletünket, illetve hát a laborunkat befolyásolhatná. És van egy megsérült telepítésem, amely jelenleg nem bootol be. A CLI segítségével vissza fogjuk állítani az eredeti állapotot. Szóval a CLI-t paraméter nélkül lefuttatva kapunk egy súgót rögtön, amely megmutatja, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ezek közül nekünk talán a legértékesebb és legfontosabb paraméterek az R kapcsoló, melyel a gyári konfiguráció visszaállítását kérhetjük az eszköztől. Aztán, amit használni fogunk és fontos, a -A, amivel a kliens IP címét adhatjuk meg. Ugye emlékeztek, hogy ha a Windows-os NetInstall-t használtuk, itt látjátok előttem a képernyőt, hogy a NetBooting gombra kattintva engedélyezhetjük egyáltalán a bootingot, illetőleg az ott megadott IP cím az gyakorlatilag ezzel a -A paraméterrel egyenlő, de van lehetőségünk a paraméter lista szerint akár interfész megadására is, hogyha esetleg több interfész van a számítógépünkben, és nem lenne egyértelműen a NetInstall számára, hogy melyiket kell használni, akkor ez is megadható. És utolsó paraméterként majd azt a RouterOS NPK csomagnevet, azt a main package nevet fogom megadni, amivel telepíteni szeretném a routeremet. Ugye az én esetemben ez egy ARM64-es architektúra, tehát a RouterOS 7.15.1 ARM64-es NPK-t fogom majd használni. Látjátok, hogy a NetInstall verzióm is ezzel megegyező, korábban már tettem erről említést, hogy a NetInstall verziónak, illetve az installált RouterOS verziónak célszerű azonosnak lenni, hiszen azért van itt egy olyan köztes loader image, amely nyilván fel van készülve az adott hardverek, az adott interfészek és más hardware komponensek támogatására. Hát én a jelen pillanatban azt szeretném tenni, hogy a routeremet a teljes gyári állapotára állítom vissza, tehát látjátok, a paraméterlistában lehetőség volna a konfigurációmentes NetInstallra is, tehát akár gyári konfiguráció nélküli állapotba is tudom hozni a routeremet. Ugye ez gyakorlatilag, mint itt előttem látjátok, a NetInstall, a Windows-os NetInstall alkalmazás Keep Old Configuration checkboxának a kikapcsolásával legyen értékű, tehát ugye ilyenkor nem kerül vissza egyáltalán konfiguráció, mindössze az operációs rendszer újra telepítése történik meg. Ellenőrzésképpen előveszem a hálózatbeállítás konfigurációs paneljét, leellenőrzöm, hogy ténylegesen azok az IP címek azzal a maszkkal és arra az interfészre vannak-e konfigurálva. Úgy tűnik, hogy ez rendben. És akkor elindítom a NetInstall CLI-met, megnézzük, hogy sikerrel járunk-e. A paraméterek megadását követően, tehát igen, gyári konfigurációt szeretnék, igen, a 192.168.88.1-es IP címet fogom a routeremnek felajánlani, ugye azt szeretném, hogy azon az IP címen, azt az IP címet kapja majd valójában a BOOTP szerveremtől, és akkor nincs más dolgom, mint a RouterOS NPK csomagot még hozzá kapcsolni, és Enter. Ugye szépen látszik is, hogy a NetInstall szoftverem az valójában ezt a 192.168.88.100-as, tehát az interfészre konfigurált szerver IP-t fogja használni, a 88.1-es kliens IP-ét, a maszkot is remekül detektálta, és ugye látszik, hogy a default configuration-re történő reszetelést választottam bemenő paraméterként, ugye a -e-vel akár üreset is kérhettem volna a paraméterlista szerint. De hát ugye vagy egyik, vagy másik, erre itt rögtön, mint látjátok, fel is hívja a figyelmünket a paraméterezhetőség. Rendben, ugye látjátok, hogy a PXE szerver elindult, és waiting for router board, azaz most jön az a pillanat, ami a leg, nehézkesebb talán az egészben, ugye reset gomb nyomvatartása mellett kell táp alá helyeznünk az eszközt. Ez most megtörtént, és várunk. Mindaddig nyomjuk, amíg a waiting for router board prompt után el nem kezdődik maga az installációs folyamat. Remek. A folyamat el is indult. A szokásos módon megtörténik a NAND-nak a formatálása, illetve az operációs rendszer feljuttatása a környezetbe, a telepítése, és ugye a gyári konfiguráció visszaillesztése. Végtelenül egyszerű és végtelenül letisztult ez a lehetőség, és ugye nem csak Windowsokon, hanem így végre akár egy Linuxon, akár egy mindössze CLI-vel, tehát akár grafikus felület nélkül futó Linux hoston is újraéleszthetjük a korábban tönkretett mikrotik routerünket. Kiváló, a telepítés sikeres, de hát nyilván a puding próbálja az evés, ugye mivel alapértelmezett konfigurációt töltöttem vissza, arra számítok, hogy az eszközömön a 192.168.88.1-es IP cím jelenik majd meg, de ugye nem az egyes portján, mint amelyen a netbootot, a netinstall folyamatot magát elvégeztük, tehát most csatlakoztatom a laptopomat a 2-es portba. Szerencsére az interfészemen eleve olyan IP cím van, ami ugyanebből a tartományból származik, tehát elvileg, hogyha most egy pingetéssel megpróbálom ezt a routert megszólítani, még egy újraindításra szükség van. A routerünk be is bootolt, nézzük, hogy megy a ping teszt. Kiváló, 88.1 válaszol, és akkor próbáljunk meg rá SSH-zni. Admin kukac 192.168.88.1. Rendben, ugye nyilván új host kulcs van a routerünkön, ezt elfogadjuk, és password prompt, nyilván password prompt, mivel egy olyan router van az asztalon, melyen alapértelmezett gyári jelszó van, és ugye ilyenkor az alapértelmezett konfiguráció visszatöltésekor ez a jelszó is visszaköltözik az életünkbe, akkor ezt innen begépeljük. Rendben. És sikeresen be is jelentkeztünk a routerbe. Hát ilyen egyszerű volt Linux alatt a NetInstall CLI használata. Hamarosan újabb résszel jelentkezem, és felkészül a FlashFig. Sziasztok!